Izgalmas kémiai kísérletekkel szórakoztatta a gyerekeket egy vegyész professzor a SmartPoint civil szervezet őszi táborában Ungváron. Megérintettem a füstöt, különböző kísérleteket figyeltem meg, nagyon tetszett. A füst kemény, de mégsem lehet megfogni, a tűz a tenyeremen pedig, mintha nem volna igazi, de mégis igaz volt, mondta ez a résztvevő. Az adaptációs tábor résztvevőinek feladata az ismerkedés és a barátkozás volt. Az ungári hatos számú iskolában tartott rendezvényt egy szlovákiai szervezettel közösen szervezték. A cél az volt, hogy segítsenek az áttelepült gyermekeknek az új környezet elfogadásában és a barátságok kialakításában. Arra törekszünk, hogy a táborban 50-50%-ban vegyenek részt helyi és áttelepült gyerekek. Így könnyebb. Nagyon örülök annak, hogy be tudjuk vonzani azokat az iskolásokat, akik online formában tanulnak. Nekik nagyon nagy szükségük van a társaságra, a közös játékra és a beszélgetésre. Az ötlet megvalósítása nem volt nehéz, a gyerekek könnyen barátkoztak, és készek arra, hogy a jövőben is tartsák egymással a kapcsolatot. Telefonszámot cseréltünk, és a tábor befejezése után is találkozunk majd. Vigasztalom őket, hogy ne szomorkodjanak, mondom nekik, hogy a háborúnak hamarosan vége, Ukrajna győzni fog, és az ő lerombolt városuk szebb lesz, mint korábban volt. A tábor négy fordulójában összesen 150 gyermek vett részt. Az első három alkalomra nyáron került sor. A negyedik ősszel lett megszervezve, ami napközis jelleget kölcsönzött a rendezvénynek. A gyerekeknek számos programot készítettek elő. A gyermekek számára ez jó lehetőség arra, hogy a háborús helyzet ellenére gyermekek maradhassanak, kikapcsolódhatnak, örülhetnek. A szülők is mondják, hogy a gyerekük fel se hívja őket. Nincs is kedvük ahhoz, hogy a telefont a kezükbe vegyék. Sűrű a program, és a hangulat is jó. A táborban a gyerekek ebédet és nasit is kaptak. A részvétel ingyenes volt. Tetszenek a vicces animátorok, nagyon klassz emberek, sok mindent kitalálnak számunkra. Nagyon örülök annak, hogy majdnem minden nap új helyre utazunk. Például a munkácsi várba is megyünk majd. Nagyon jó animátoraink vannak, vidám programmal készülnek, vannak különböző kézműves foglalkozások is. Az őszi táborra a saját maguk által kiszínezett pólók emlékeztetik majd a részevőket. Manapság közkedvelt Ukrajnában a hazafias mintázat. A gyerekek hisznek a győzelemben és nagyon várják, hogy végre hazatérhessenek. A hasonló rendezvények lehetőséget nyújtanak a gyerekek számára, hogy a háború ellenére is élmindús és örömteri legyen a gyermekkoruk.